Óriási értéket kapott a Palin iskola, és óriási értéket kapott Palin városrész. Az a kérésem, vigyázzanak rá. Vigyázzanak rá azért, mert egy olyan pályán fognak sportolni, mint fiatalok és idősebbek, amelyik hosszú ideig képes szolgálni a sportot, és küldetése is van ennek a pályának is, mindazoknak, akik majd a későbbiekben bármiféle sporttevékenységet végeznek itt. Mi is az a küldetés? Az a küldetés, amiről szinte nap mint nap beszélnek televízióban, olvashatunk újságban, vagy egyáltalán mi beszélünk egymás között, hogy egyre kevesebbet mozgunk, egyre több szükség lenne a mozgásra, éppen azért, hogy egy egészséges nemzedék váljék a fiatalokból, mi pedig középkorúak egészségesen éljük majd ezt az időszakot, amiben vagyunk és ami előttünk van.